fehérellenes rasszista mandeláról nevezne el parkot Karácsony Gergely, a mi hazánk ismét megakadályozná. Mozgalmunk antikommunista sikere volt 2018-ban, hogy a fővárosi közgyűlés tiltakozásunk után visszavonta a fehér gyűlölő terrorista Nelson Mandela Park egyhangúan megszavazott elnevezését. Most azonban Karácsony Gergely ismét kezdeményezte azt, és most csütörtökön az újbudai önkormányzat szavaz is róla. A mi hazánk tiltakozik a rasszista provokáció miatt, és a lakók megkérdezését szorgalmazza. Itt az Etele út melletti közterületnek pedig az Etele Park elnevezést javasolja. 2018. augusztus 29-én a fővárosi közgyűlés egyhangúan a Jobbikkal együtt megszavazta a kommunista, fehérellenes terrorista Nelson Mandeláról való park elnevezést, majd a Mi Hazánk mozgalom egyedüli pártként tiltakozott, és jobboldali értelmiségek is markáns kritikát fogalmaztak meg Mandelával kapcsolatban. Így sikerült meghátrálásra bírnunk Tarlós Istvánt, és az összes pártot visszavonták a közterület elnevezési határozatot. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke még 2018-ban tartott tiltakozó sajtótájékoztatót a 11. kerületben tervezett Mandela Park helyszínén itt, és interneten is tiltakoztunk. Túl azon, hogy Nelson Mandela egy olyan rendszert hozott létre, amely nyíltan diszkriminálja a fehéreket, és egy olyan egyre kevésbé élhető országot, ahol egekbe szökött a bűnözés, ahol fehér farmerek ezreit gyilkolták le válogatott kegyetlenséggel, Nelson Mandela ráadásul kommunista is volt. Az általa vezetett Afrikai Nemzeti Kongresszus a Dél-Afrikai Kommunista Párttal lépett szövetségre, és a párt saját honlapja és szóvivője szerint is Mandela nem csak tagja, hanem egyik vezetője is volt a Dél-Afrikai Kommunista Pártnak.